Sok szeretettel üdvözöllek benneteket ebben a videóban. Február 8-ától 13-áig tartó hétre nézzük meg a cigánykártya üzeneteit. Megnézzük az egyes életterületeket és a fő energiát, hogy mit mond a cigánykártya csillagjegyenként. Szeretném megköszönni nektek a sok-sok feliratkozást, a visszajelzéseiteket, azt, hogy követitek a munkámat, és azt is, hogy nagyon sokan választotok engem egyéni iránymutatáshoz, ezért igazán hálás vagyok nektek. Ha még nem iratkoztatok fel a csatornára, akkor a feliratkozás gombbal kérlek, hogy tegyétek meg, mert ezzel is jelzitek számomra, hogy hasznos, amit itt kaptok tőlem a YouTube-on. Az egyéni elemzésekre a videó alatti e-mail címen, illetve a Varázslatos Tarot Üzenetek Anitól Facebook oldalon keresztül lehet jelentkezni. Most februárban a párkapcsolati elemzések több formában is kérhetők kedvezményes áron, hogyha aktuális, akkor várom sok szeretettel a jelentkezéseteket. Ezt meg tudjátok nézni a Facebook oldalon egy megosztásban, illetve a többi elemzésről pedig a szolgáltatások menüben olvashattok. Ezek általános iránymutatások, ezt azért vegyétek figyelembe, ezért ugye nem szólhatnak mindenkinek egyformán, meg az is kell hozzá, hogy valamiféle intuitív gondolkodással lefordítsd ezt a te saját élethelyzetedre, és csak azt vedd belőle figyelembe, ami számodra úgy érzed, hogy hasznos. Akkor nézzük meg először a kos csillagjegyűeknek. Jaj, ki is esett. Általános energiaként azt lehet mondani itt a kos csillagjegyűeknek, hogy lehet, hogy most egy kicsit egyedül fogod érezni magad ezen a héten. Amikor túl sok a feladat, amikor ráthárulnak a feladatok, vagy olyan, amikor úgy érzed, hogy nem is tudod átadni másnak, mert te értesz hozzá a legjobban. Egy náladnál idősebb férfi, rokon vagy ismerős, lehet ez az édesapád, nagybátyád, ő most szerepet játszhat ezen a héten olyan szempontból, hogy ha valami megoldandó feladatod van, akkor érdemes kikérni az ő véleményét, mert nagy valószínűséggel ő neki a tapasztalata folytán tud neked segíteni. Figyelmeztetés a kártya, hogyha valami problémás helyzeted van, akkor ne ragadj bele. Vannak helyzetek, amikor nehéz mondjuk azt elengedni, vagy a megoldást megtalálni, vagy túllépni rajta, és az természetes, hogy foglalkozunk vele és érdekel, de ne túlságosan sokáig. Mindig átmeneti állapotot jelent ez a kártya, hogy az özvegység is ugye addig tart, amíg a gyászidő tart, és utána egy új időszak kezdődhet. Vagyis hát átmenetileg fennálló helyzeteket is tud jelezni ez a kártya. Ha úgy érzed, hogy ráthárul minden, vagy te csinálsz mindent, vagy egyedül vagy hagyva, vagy magányosnak érzed magad, akkor próbáld meg ezt a körülötted élőkkel tudatni, megbeszélni, és aztán megoldani. Párkapcsolat témájában a féltékenység lapja jött ki. A féltékenység konkrétan jelenthet féltékenységet, amikor valamiért vagy rád féltékeny a párod, vagy te vagy féltékeny rá. A bizalmatlanságot, félelmeket is hozhat ez a kártya a párkapcsolat területén. Hogyha van párkapcsolatod, akkor érdemes ezeknek a gyökerét megtalálni. Hogyha te vagy féltékeny, akkor miért vagy féltékeny, van-e oka neki, vagy pedig csak ez egy feltételezés, hogy a párod esetleg más felé nézelődik. Ha pedig a párod féltékeny, akkor vele megbeszélni, hogy ennek mi lehet az oka. Hogy van-e ennek oka egyáltalán, tehát ténylegesen, és hát ez mindenképp érdemes megoldani ezt a helyzetet, mert a féltékenység annak is rossz, aki féltékeny, és annak is rossz, akire féltékenyek. Ezt csak egy ideig lehet elviselni, utána már nem nagyon lehet visszafordítani, amikor abszolút elveszik a bizalom. A félelmeket is jelentheti egyébként, a félelem az elvesztéstől. Alapjaiban a birtoklás szokott, illetve az önértékelés hiánya
a leggyakoribb oka lenni a féltékenységnek. Ha nincs még párod, akkor pedig nézd meg, hogy milyen félelmeid vannak a párkapcsolattal összefüggésben. Lehetnek régi csalódások, amikor féltékeny voltál, vagy amikor elvesztettél valakit, amikor úgymond elvettek tőled valakit. Hát ezeket nézd át, és akkor ezek fognak segíteni abban, hogy ezeket a fennálló blokkokat a kapcsolattal összefüggésben fel tud oldani. Munkahelyi területen a házasság lapja azt jelzi, hogy ott nagyon jól alakulhatnak a dolgok. Meglévő munkahelyen ez egy szorosabb elköteleződést jelent, tehát akár egy új szerződés aláírását, új munka elvállalását, illetve azt, amikor megbízható módon, kiegyensúlyozottan zajlanak az események, áttekinthetőek az események, és értesz is hozzá, mert hát egy ilyen odafordulást is jelent a munka felé. Tehát megvan hozzá tudásod is, hogy sikerre vidd azt az adott dolgot. A lojalitást, az elköteleződést is jelzi ez a kártya, és hát azt is, hogy a szíved szerinti dolgokat tudsz végezni, feladatokat tudsz végezni a munkádban. Ha még nem köteleződtél el, ez a kártya ez arra biztat, hogy tedd meg azt a lépést, hogy kimondod az igent arra a munkára. Mindig jelentőségteli egyébként ez a döntés, amit ez a kártya mutat. Tehát utána már másképp fog alakulni minden, mint előtte volt. És most érdemes megtenni ezt a nagy lépést is akár. Ha nincs még munkád, akkor pedig az elköteleződést mutatja, amikor felvállalsz valami munkát, vagy megtalálod azt, ahol tényleg azt érzed, hogy ezt hosszú távon és örömmel tudod majd csinálni. És akkor a negyedik kártya az a család, illetve az egyéb emberi kapcsolatok területe. Ez az állandóság, ez a jól kiszámítható dolgokat jelenti. Gyakorlatilag változatlanságot is jelent a családban, az emberi kapcsolataidban. Nem történik semmi jelentős változás, de ez egy nagyon pozitív kártya. Tehát olyan helyzetet jelöl, olyan helyzetnek a megszilárdulását jelenti, ami igen örömteli. Hiszen ezen a kártyán Isten szeme van, és ugye ő védelmet biztosít abban a helyzetben. Tehát családi kapcsolatok, az otthon, illetve az egyéb emberi kapcsolatok, a barátságok, ismerettségek, kollégákkal való viszony, túl nagy változásokra nem lehet számítani, és ez egy ilyen ismert, biztonságos kapcsolatokat is jelent, illetve az otthonnal kapcsolatos, egyensúlyozott, harmonikus érzéseidet is mutatja. Nézzük tovább. A bika csillagjegyűek. A fő energiáját ennek a héten a bika csillagjegyűeknél a remény kártyája mutatja, vagyis a tervezés az nagyon lényeges lehet ezen a héten. Mi az, amit meg szeretnél valósítani, mi az, amin eddig is dolgoztál, hogyan tovább? Ugye itt is már látszik, hogy indul az a hajó, de még ott van a parton, még a horgony a kezében van, de azért már a távolba tekint. Hát érdemes most foglalkozni azokkal a tervekkel, amik úgy igazából a szíved szerinti vágyakat tükrözik, amik hosszú távon is értékesek a számodra. Várakozást is jelent ez a kártya, tehát azt is jelenti, hogy nem igazán most lesznek eredményei ezeknek a terveknek, céloknak, de mindenképp azért ezt konkretizálni érdemes. Amikor sok mindent szeretnénk egyszerre, akkor lehet, hogy pont azért nem tud megvalósulni, mert szétszoródik az energia. Tehát most még érdemes talán összeírni is, hogy melyik az az elsődleges cél, amit meg szeretnél valósítani, aztán utána, hogy melyik a többi, tehát egy ilyen prioritási sorrendet, és hogy annak érdekében majd mit lehet, mit érdemes tenni.
Mi az, ami még visszatart, azt is érdemes átgondolni, mi az a horgony a kezedbe, ami még ott a szárazföldön tart, és hát mik azok az érzések, ami miatt még ingadozol, mint ahogy a hajó a vizen ugye billeg, tehát egy ilyen hangulat ingadozás is lehet ugye a terveiddel kapcsolatban. Tehát itt a héten határozd meg a fő irányt, és azután pedig azt, hogy majd milyen lépéseket fogsz tenni ez irányba. A párkapcsolat területén az őrvendezés lapja azt mutatja, hogy örömteli hét lehet ez a kapcsolatban élőknek. Odafordulása a másik felé, közös öröm, családi örömöt is jelenthet, tehát a pároddal, aminek közösen örültök, olyan hírek érkezhetnek, illetve hát kikapcsolódást is jelent, ahogy itt látszik is, hogy ünnepelnek valamit, táncolnak, szórakoznak, olyan program, amit közösen eltöltötök, lehet ez akár otthon egy olyan délután, amikor örömtelien együtt vagytok, egymásra figyeltek, megbeszélitek a dolgokat. És hát ez nagyon sokat tud segíteni ugye a kapcsolat ápolásában, épülésében is. Hogyha még nincs párod, akkor pedig örömteli események jöhetnek, akár az is, hogy megismerkedsz valaki olyannal, aki majd a párod lehet. De ez szórakozást is jelenthet, akinek nem különösebben célja, hogy most párkapcsolata legyen, annak azt is jelentheti ez a kártya, hogy örömtelien tud kikapcsolódni, akár a barátokkal is. Ünneplésben pedig mindkét részről ugye jelezheti azt, hogy felköszöntünk valakit, vagy családi ünnepen veszünk részt a párunkkal, vagy egyedül, tehát egy ilyen örömteli elfoglaltság. A harmadik kártya az a munkával kapcsolatos, és ez a levél lapja. A levél lapja az mindig híreket jelent. Olyan híreket, amiről még nem tudjuk biztosan, hogy mit is rejt az a levél, de meg fognak érkezni. Titkokat is jelent ez a kártya, amikre most fény fog derülni. Ezt soha nem lehet tudni, hogy ezek jó hírek, vagy kedvezőtlen hírek, hiszen hát a boríték is, mikor felbontják, akkor tudjuk meg, hogy mi áll benne. Azért arra utal, hogy inkább kedvező hírek, hogy ott a virág és a galamb, a fehér galamb a békét, harmóniát, szabadságot is jelképezi. Ez inkább arra utal, hogy ezek jó hírek, de hát elsőre nem érdemes ezt eldönteni, hogy ez csak rossz vagy csak jó, mert hát ez olyan, mint mikor hirtelen események történnek. Lehet, hogy hosszú távon a rossznak tűnő esemény is lehet jó a számunkra. Tehát valamiféle információ érkezhet a munkahelyen, amit majd a későbbiekben értékelni tudunk, hogy az számunkra jó vagy rossz volt. Aztán hivatalos levél, meg privát levél, SMS, e-mail, telefonhívás is érkezhet, ami lehet, hogy nem is várt, nem is számítasz rá, de minden esetre olyan információt tartalmaz, ami lényeges lehet a munkád szempontjából. Akinek nincs még munkája, válasz érkezhet olyan helyről, ahova esetleg jelentkezett, olyan információk juthatnak a birtokodba, amire érdemes odafigyelni, és akár jelentkezni egy-egy helyre. Tehát akár ez még egy hirdetés is lehet. Mindenképp nyitottan álljunk hozzá most ezen a héten az információk felé, beszélgessünk emberekkel, mert soha nem tudhatjuk, hogy honnan jöhet az a mondat, ami nekünk nagyon hasznos lehet. A család otthon területe pedig a gondolat kártyája. Itt az átgondoltság a legjavasoltabb cselekvés. Ugye látszik, hogy itt ül egymagában, és a gondolataiba merül. Hát most itt azt jelenti, hogy ha a családban, kapcsolatokban, egyéb emberi kapcsolatokban, vagy az otthonoddal kapcsolatosan jön valami megoldandó feladat, vagy felmerül valami probléma, akkor ezt egyedül tudod legjobban megoldani. Vagy legalábbis először te gondold át, hogy mit szeretnél. És racionálisan, és elemezd azt a helyzetet, és aztán utána majd
rá fogsz jönni. Aztán utána majd rá fogsz jönni, hogy kivel tudod ezt megbeszélni, hogyan tudsz megoldást találni erre az egész helyzetre, és hát így fog ez jó irányba haladni ez a dolog. Akkor itt a bika csillagjegyűek voltak. A következő az ikrek csillagjegy. Már egyik is esett. Ikrek csillagjegyűeknek ezen a héten olyan elfoglaltságaik, olyan gondolataik lehetnek, tehát a fő energiáját a hétnek a pénzlapja jelenti, ami jelezheti azt is, hogy most az anyagiakkal lesznek elfoglalva. Aztán jelezheti azt is, hogy minden, ami értékes számukra, és ez most mindenkinek ugye külön-külön életterület lehet, meg fontossági sorrend szerint is, tehát aki most például egy új kapcsolatot teremt meg, vagy a párkapcsolatában nagyon jó időszak van, akkor neki ez jelenti az értéket. A pénzkártyája konkrétan pénzérkezését is jelentheti, olyan pénz, aminek nagyon örülsz. Lehet, hogy nem is számítasz arra, hogy ez megérkezik, ez a pénz, és hát éppen ezért nagyon nagy örömöt, boldogságot tud okozni. Aztán ez a külső-belső értékeket is jelenti. Tehát nem csak azt, ami külső anyagi érték, hanem ez jelentheti ugye a belső, a lelki értékeket is, tehát a belső fejlődést, a szellemi fejlődést is mutathatja ez a kártya. Hát van, akinek most ez lesz időszerű, hogy ezzel foglalkozzon, az értékrendet meghatározni az életünkben. Szoktak lenni olyan fordulópontok, amikor fontossá válhat az a kérdés, hogy mi is az igazi érték. Általában az ilyen nagyobb fordulatok, amikor párkapcsolat létrejön, vagy befejeződik, egy munka létrejön, vagy befejeződik, akkor szoktuk ezt így átgondolni, hogy mi is az igazi érték, és hogy az igazából megvan-e az életünkbe, az szerint tudunk-e élni, és hát, hogy mi kell a változtatáshoz. A szerelem területén, a párkapcsolat területén a szerelem lapja jött ki. Hát ez egy nagyon kedvező kártya. Konkrétan azt jelenti, hogy egy szerelmes időszak jöhet a párkapcsolatban. Az odafordulást jelenti, meg tudod mutatni az érzéseid a párodnak. Ő is megmutatja az ő érzéseit, te tudtok számítani egymásra. Biztosak lehettek benne abban, hogy szeretitek egymást, hogy vannak érzések. Olyan célokat tudtok megvalósítani a párotokkal, ami lehet közös cél is, ahogy ez az angyalka céloz. És hát nagyon örömteli időszak ez. Szakítsatok időt egymásra, töltsetek időt együtt. Azt is mutatja, hogy fejezd ki az érzéseidet. Ne rejtsd el az érzéseidet, bátran mondd ki, amit érzel, és fogad szeretettel az ő érzéseit. Tehát egy ilyen nyitott közeledést is jelent, amikor fókuszba kerülhet a párkapcsolat. És a pénzlapjával együtt ez ugye sokaknak jelentheti azt, hogy most ez lesz a fő irány ezen a héten. Akinek még nincs párja, az pedig most fókuszáljon fokozottabban arra, hogy mit szeretne. Persze, ha szeretne párkapcsolatot, mert itt most a céloknak a pontos megvalósítása is jöhet. Tehát nem csak elképzelés szintjén, hanem akár még cselekvés szintjén is, hogy mit lehet tenni annak érdekében, ha szeretnél párkapcsolatot. Ha nem szeretnél párkapcsolatot, ez a kártya azt jelenti, hogy nagyon jól tudod érezni önmagadban is magadat, egy ilyen szerelembes és önmagaddal, és hát itt a feladat is az lehet, hogy szeresd önmagad, és akkor nagyon jó hét lesz ez számodra. A munkában ott a veszteség lapja az már nem annyira kedvező kártya. A veszteség az lehet az is, amikor a munkával szerzett pénz az kevesebb, de az is lehet, amikor olyan munkát végzünk, ami nem éppen a szívünk vágya, amikor függünk attól a helyzettől. Pont azért, mert ugye vesztesség érhetne akkor, hogyha ott hagynánk azt a helyzetet.
Ahogy itt látszik is, hogy itt szerencsejáték folyik, és hát itt nyilvánvaló, hogy valaki veszíteni fog itt a kártyán, de azért csinálja, mert függőségben van tőle. Ugyanakkor már a tevékenység egyfajta veszteség, mert hát függ tőle, egy szenvedélybetegség tulajdonképpen. Ez a munka területére vetítve ugye jelentheti azt, amikor nagyon nem szereted már csinálni azt a helyzetet, amiben benne vagy, nem akarod már, de úgy érzed, hogy muszáj, valamiért rá vagy kényszerítve. Hát ilyenkor azt érdemes megnézni, megint csak az első kártyára visszautalva, hogy mi az érték, és hogy az mennyire jó a számodra, amit éppen csinálsz. Lehetne ezen változtatni valahogy, vagy megszüntetni ezt a helyzetet valahogy. Aztán ez jelentheti azt is, hogyha véget ér egy munkahely, és ilyenkor sem szabad elkeseredni, hanem azt nézni, hogy hogyan tudod megteremteni azt, ami igazán jó a számodra. Nagyobb kiadást is jelenthet az anyagiak terén ez a kártya, amire esetleg nem számítottál, de azért a pénz lapja a fő energiája ennek a hétnek, úgyhogy nem valószínű, hogy ez ilyen nagyon nagy megterhelést jelenthetne. A család otthon területén pedig a szerencse kártyája. A szerencse az egy olyan változást jelent, ami nagyon pozitív lehet a számunkra. Lehetőségek is érkezhetnek. Aki például most el akarja adni a lakását, az lehet, hogy most meg tudja ezt tenni. Vagy megérkezhet az a lakás, ahova igazából vágyad szerint tudná költözni. Aztán a család témájában a családtagoktól érkező kedves gesztusok, olyan örömteli hírek érkezhetnek, ami boldogságot tud okozni. A lehetőségekkel, hogyha nem élsz, akkor ez tovább is mehet, mert hát a szerencse forgandó, ugye azt szokták mondani, tehát ahogy jön, úgy tovább is mehet, tehát nagyon figyelj arra, hogy mi az, ami érkezik feléd, és mi az, amit érdemes megragadni. Itt a veszteség kártyája a munkahelyen, az valószínű, hogy nem anyagi veszteségre vonatkozik, mert azért a pénz és a szerencse is azt jelenti, hogy az anyagi dolgok azért azok ezen a héten úgy rendben vannak. Tehát itt a veszteség az inkább egy helyzet, aminek a megszűnéséről érdemes elgondolkodni, hogy mihez kötődsz és miért. Vagy egy feladatnak a megszűnése, egy munkahelynek a megszűnése, de az anyagiakra nézve ez úgy tűnik, hogy azért nem lesz olyan nagyon nagy befolyással. Ez volt akkor az ikrek csillagjegyűek iránymutatása. Nézzük tovább a rák csillagjegyűek. Rák csillagjegyűeknek az első kártya általános energiaként az ellenség lapja. Hát itt azt érdemes megnézni elsősorban, hogy van-e olyan személy vagy körülmény, aki korlátoz téged az előrehaladásban. Itt most mindenkinek azt a célt érdemes elővenni, ami most a legfontosabb az életében. Tehát akinek mondjuk a párkapcsolat, akkor ott van-e olyan személy, aki ellenséges, aki nem éppen a javadat akarja, vagy a te saját gondolataid ezzel a témával kapcsolatban. Ha például a munkahely a legfontosabb, akkor ott milyenek a körülmények? Ott van-e olyan személy, aki lehet, hogy nem éppen tisztességes veled szemben, vagy éppen meg akarja akadályozni, amit te szeretnél. Tehát itt nézd meg, hogy a te életedben, a különböző életterületeken esetleg van-e ilyen
ellenséges személy vagy körülmény. Itt a saját gondolataidat is érdemes felülbírálni, felülvizsgálni, mert hát a saját ellenséges gondolataink is lehetnek olyanok, amik visszatartanak. Hiába szeretnénk mi valamit megvalósítani, és pontosan tervezünk is, hogyha olyan gondolataink vannak, amik az ellen dolgoznak, ugye, hogy úgyse sikerülhet, vagy nekem ez nem fog menni, ehhez nekem nincs tudásom, tehát bármi ilyen, ami ilyen negatív gondolat, azért az nagyon nagy mértékben tudja nehezíteni az előrehaladást. És aztán az emberekkel is itt most a héten lehetséges, hogy érdemes óvatosan viselkedni, vagyis hát nem kiadni magad, mert lehet olyan a környezetedben, aki nem azt az arcát mutatja neked, aki ő valójában. Aki mást mond és más tesz, aki kiszámíthatatlan, lehet, hogy szemben nagyon kedves hozzád, aztán utána pedig képes hátba szúrni, úgy idézőjelesen. Tehát egy ilyen egészséges óvatosságra is figyelmeztet ez a kártya. Mi van a sötétben? Mi van a tudatalattidban? Ez is egy jelentése. Hát erre érdemes rá nézni, rá világítani, különböző technikákkal meg tudod tenni, mert azok is visszatartó erők lehetnek. A hűség lapja a párkapcsolat területén, hát alapból ez azt jelenti, hogy hűséges hozzád a párod, hűséges vagy te a párodhoz, kiszámítható helyzetet is jelent, vagy régebb óta fennálló kapcsolatot, ahol tudjuk, hogy mire számíthatunk. Lojalitást jelent, változatlanságot jelent. Aztán még azt is jelenti ez a kártya, hogy néz rá arra, hogy a továbbiakban mi az, ami felé tovább szeretnél menni a kapcsolatban. Mi az, ami a további fejlődési lehetőség. Ez mindig magunkkal történik ez, amikor így tisztába jövünk azzal, hogy mi is az, amit szeretnénk. És hát alapjaiban egy ilyen változatlanságot is jelent. Tehát azért érdemes ilyenkor megnézni, hogy a fejlődési lehetőséget, a továbblépési lehetőséget, tehát egy kapcsolatban mondjuk mi az, amit a következő lépésként meg szeretnénk tenni, el szeretnénk érni. És aztán ez jelezheti azt is, hogy egy ilyen nagyon stabil, állandó kapcsolatban élsz, amiben meg is lehet oldani mondjuk azokat a problémákat, ami esetlegesen fennáll, azzal, hogyha így magadban letisztázod, hogy mit és hogyan lehetne továbbiakban tenni. Ha nincs még párod, akkor nem biztos, hogy ezen a héten most itt meg fogsz ismerkedni valakivel. Inkább itt is azt jelenti, hogy tisztán láss magadban, tehát, hogy igazából szeretnéd, de mi az, amit szeretnél. Sokszor csak úgy mondjuk, hogy igen, szeretnék párkapcsolatot, aztán közben meg nagyon jól el vagyunk egyedül. Tehát egy ilyen fajta, ilyen belső munkát mutat inkább ez a kártya. A következő kártya, az üzenetlapja, ez a munkára vonatkozó lap. Ez azt jelenti, hogy változások jöhetnek a munkában, olyan hírek érkezhetnek, amik megváltoztatják a körülményeket. A kommunikáció lapja, az üzenet, érdemes megbeszélni a dolgokat kollégákkal, azzal az illetékessel, aki tud segíteni mondjuk a felmerülő problémákban, és hát mindig azt jelenti, hogy nyitottan állni a változásokhoz. Az üzenet azt is jelenti, hogy a megbeszélés az most nagyon lényeges lehet a munkahelyen. Ne magadba próbáld meg megoldani a helyzetet, hogyha van valami olyan, ami megoldást kíván, hanem fordulj a többiek felé, és beszéljétek meg. És a kommunikáció fontos, hogy úgy mondd el a másiknak, és azt mondd ki, ami a leglényegesebb, hogy azt ő meg is értse. Tehát pontos tisztázni azt is, hogy azt úgy érti a másik, amit te szeretnél mondani. Mert sokszor ilyenbe is elcsúszhatnak a dolgok, és hát az kényelmetlen helyzeteket hozhat. Ha még nincs munkád, akkor ez a kártya jelentheti azt, hogy valamilyen hírt kapsz, valakivel beszélsz, aki segíthet abban, hogy találj munkát. Nyitottan kell hozzáállni ilyenkor mindenféle új információra, tehát itt nem csak az, hogy mondjuk csak az a hirdetéseket megnézni, vagy
vagy csak lekorlátozni egy helyre, vagy egy módjára annak, hogy hogyan keresel munkát, hanem hogy mindenre. Tehát itt még akár az égiektől is lehet segítséget kérni, hogy küldjenek olyan üzenetet számodra, ami hasznos lehet abban, hogy megtaláld a számodra megfelelő munkát. Család, otthon területén, illetve egyéb emberi kapcsolatok is ebbe tartoznak ide, ebbe a négyes kártyához, ez a gyermeklapja. Ez konkrétan jelentheti, hogy a gyermekeddel, hogyha van, akkor több időt fogsz tölteni, belevaló probléma megoldása, olyan programok, amikor a gyerekeddel többet vagy. Ha nincs még gyermeked, de esetleg aktuális a téma, hogy legyen, akkor ezen érdemes elgondolkodni. Van, akinél kifejezetten azt is jelentheti, hogy már várandós a kisbabával, és ez lefoglalja a család életét. Egy új helyzetet is jelezhet ez a kártya, amiben még nincs tapasztalatunk, de elindulhat. Új ismerettség is lehet ez, új barát megismerése, illetve hát a családon belüli valami olyan esemény, ami új. Akár a keresztelő is lehet egyébként, vagy gyermek születhet. Ez mindenkinek ugye élethelyzettől függő. Akinek új szituáció mutat, annak az a tanács, hogy álljon nyitottan hozzá. Ahogy a gyerekek is ilyen kíváncsian állnak hozzá a játékhoz, a mindennapjaikhoz, úgy állj hozzá az új élethelyzethez. Ez a rák csillagjegyűek iránymutatása volt. Akkor nézzük tovább, és az oroszlán csillagjegyűek. Oh, hullanak ki a kártyák. A veszteség kártyája jött ki elsőre, a fő energiája ennek a hétnek. A veszteség lapja az konkrétan is jelezhet nagyobb kiadást, vagy kevesebb bevételt munkában, és fő energiaként ez jelentheti azt, hogy most az anyagiakkal kapcsolatosan azért sok-sok feladatod, gondolatod lehet ezen a héten. Ez a kártya, ez egyéb vesztesség érzést is jelenthet, tehát nem csak az anyagiakra vonatkoztatva. Érezheted azt, hogy lelkiekben élsz meg vesztességet, tehát valami helyzetet lehet, hogy el kell engedni, vagy úgy érzed magad, hogy elvesz tőled valamit az élet. Ez mindig lényeges, hogy ne menj bele akkor ebbe a nagy-nagy tragédiába, mert hát a veszteség lapja alapból ilyen függőséget is jelent, amikor benne vannak abban a helyzetben, ahogy ott kártyáznak, és hát ki kéne lépni ebből a szerencsejátékból, de hát ugye valahol a függőség ott tartja őket. Ez még arra is utalhat, hogy valami olyan helyzetben vagy benne, ami nem jó a számodra, amit nem szeretsz csinálni. Ez lehet a munkahely, lehet egy rossz kapcsolat, tehát egy olyan helyzet, ahol tudod, hogy nem a helyeden vagy, de valamiért, valami oka mégis van, hogy ott benne maradsz. És akkor itt az a fő tanácsa, fő energiaként, ugye akkor azt mondja ez a kártya, hogy akkor azt nézd meg, hogy ebből hogyan tudsz kilépni ebből a helyzetből, ami igazából már nem jó neked. Tehát mi az, ami mégis ott tart téged. A kapcsolatok területén a betegség lapja jött ki. Aki párkapcsolatban él, annak lehet ilyen akadályozó helyzet, amiben úgy érzed, hogy nem igazán tudsz tenni. Ugye, amikor betegek vagyunk, akkor sokat nem tudunk tenni, vagyis csak annyit, ami tőlünk telik, hogy a terápiát azt megkeressük, hogy mi a legjobb a számunkra, aztán utána pihenünk, feltöltődünk, bevesszük azt az orvosságot, ami szükséges a számunkra ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat, de alapvetően ugye a körülmények, tehát maga a betegség, az majd attól függ, hogy hogyan múlik el. Tehát az nem csak tőlünk függ, hát egy ilyen akadályoztató helyzetet élhetsz meg a párkapcsolatban.
Lehet, hogy a másik miatt van ez, tehát, hogy ő áll hozzá úgy, amin te nem tudsz változtatni, de az is lehet, hogy a külső körülmények miatt mondjuk nincs találkozási lehetőség a másikkal, vagy ő úgy viselkedik, hogy akadályozza azt a helyzetet, amiben már esetleg tovább lépni kellene. Tehát mindenképp akadályoztató tényezőket jelent ez a kártya. Itt az a tanács, hogy nem kell sietetni a dolgot, hagyni kell azt is, hogy maguktól is menjenek a dolgok. Tehát amit te meg tudsz tenni, azt megteszed, az rendben van. Aztán utána meg türelemre is biztos, hogy szükség van, hogy a külső körülmények is át tudjanak alakulni. És hát amikor nincs ráhatásunk valamire, akkor csak rosszabb, hogyha erőltetjük, mert hát az nagyobb stresszt okoz. Ha még nincs párod, akkor ugyanígy akadályozó helyzetek lehetnek, hogy mondjuk létrejöjjön egy párkapcsolat. Ilyenkor azt is érdemes megnézni, hogy nem a külső körülmények, hanem benned mi van. Benned van-e valami akadályozó tényező, így a kapcsolattal összefüggésben. Aztán, hogyha esetleg már van jelentkező, akkor ott ugyanúgy felléphetnek ezek a dolgok, amik gátolják a továbbhaladást. Tehát valamiféle akadályoztatás azért itt mindig van, de az is benne van a kártyában, hogy azért ott a gyógyulás lehetősége ennek a helyzetnek. Olyan átmeneti állapotot jelent ez, amikor ugyan leállásra van szükség, meg átgondolni a helyzetet, meg azt megtenni, hogy amit te tudsz megtenni, és aztán utána pedig végül is ugye a tovább lépés az adott. Tehát amikor ugye meggyógyulunk, akkor ugye tovább tudunk lépni abban az adott dologban. A következő kártya a munka területe, és ott az özvegy ember az azt jelenti, hogy érezheted magad egyedül, magadra hagyva. Ugye az özvegy embernél mindig benne van az, hogy egy kicsit olyan gyászos a hangulat, tehát nem biztos, hogy nagyon jókedvűen fogod végezni a munkádat ezen a héten, és hát sok mindenben azért azt érezheted, hogy sok a felelősség a válladon, hogy ezt te tudod megcsinálni úgy, hogy az jó legyen. Mindig átmeneti állapotot jelent az özvegy ember, ahogy az özvegység is ugye olyan, hogy letelik a gyászév, a gyász időszaka, akkor egy új élet jöhet. Arra vigyázni kell, hogy ebbe a negatív hangulatba, amit tud ez a kártya jelenteni, hogy az abban ne ragadj bele teljes mértékben. Munka területén segítségedre lehet, vagy ezzel a témával összefüggésben, hogyha valami problémád van, olyan náladnál idősebb rokon, esetleg férfi, idősebb kolléga, akinek nagyobb a tapasztalata már abban a bizonyos helyzetben, ami neked esetleg most problémát okoz, ilyenkor érdemes odafigyelni az ő véleményére. Esetleg még a főnököt is jelentheti, hogyha idősebb és férfi, hogy ő is tud segíteni neked. Otthon család területe, az az utazás kártyája. Hát az utazás az van, akinek jelezhet költözést, mert itt ugye a családi otthonnak a témája is ide esik ehhez a kártyához. Hát itt, ha lehet, ha nálad ez aktuális, akkor azért itt gondolkodjál rajta, hogy ezt hogyan lehet mozgásba hozni ezt a dolgot. Van, akinél ez már maga a költözést is jelentheti, van, akinél azt, hogy csak elindítja ezt a dolgot, tehát, hogyha mondjuk házeladásról van szó, vagy arról, hogy keresel egy olyan helyet, ahol szívesen élnél, akkor most tegyél is ezért. Aztán az utazás jelentheti, hogy mondjuk családból érkezik valaki hozzád, vagy te elutazol ahhoz, aki fontos neked a családban, vagy az ismeretségi körödben. Mindig érdemes meghatározni egyébként a célt, amikor ez a kártya kijön. Mert hát ez a postakocsi is ugye meghatározott irányba mozdul, tehát tudja az, aki felszáll rá, hogy honnan indult és hova érkezik. Tehát, hogyha bármilyen otthoni terv van most így körvonalazódóban, akkor azért azt most érdemes átgondolni,
honnan, hová szeretnél menni, mit akarsz elérni, akár a kapcsolati szinten is, és akkor ott tenni is érte. A megvalósítás is legyen már itt benne, nem csak az, hogy tervezed ezt a dolgot, mert hát azért itt a mozgás az látszik ezen a kártyán. Akkor ez volt az oroszlán csillagjegyűek. Menjünk tovább. És jön a szűz csillagjegy. Egy már kiesett. Na, jött a többi is. Az első kártya, ez a katonatiszlapja, ez a munkát is jelentheti ez a kártya. Hát azt jelzi, ugye, hogy a szűz csillagjegyűeknek a fő energia az most lehet, hogy a héten a kötelezettségek. Az, amit fegyelemmel és állandóan és folyamatosan végezni kell, ahol meg kell felelni. Ez nem csak a munkahelyet, ez az otthoni feladatokat is jelentheti, de minden olyan feladatot is egyébként, ahol ilyen fegyelmezetten kell helytállnunk. Az állandóságot, kiszámíthatóságot is jelenti ez a kártya. Tehát itt különböző életterületekre nézve, ami most neked ott aktuális lesz a héten, ami a legfontosabb, ott érdemes meghatározni, hogy mi az, amit a stabilitásért meg tudsz tenni. Mi az, amivel meg tudod védeni legjobban a biztonságodat, a családod, a párod, a gyermeked biztonságát, illetve hogy egy kiszámíthatóságot tudj teremteni azon az életterületen, ahol esetleg az nincs meg. Itt mindig kell a fegyelem, az önfegyelem, azt, hogy megcsináld azokat a dolgokat, amik szükségesek, hogy biztosan tudj teljesíteni azon a területen, amit felvállaltál. Aztán ennek még egy olyan jelentése is lehet hölgyek számára, hogy egy olyan férfi jelenik meg az életükbe, aki a szeretőt mutatja inkább. És ez nem muszáj olyan szeretőnek lenni, hogy most ő neki párja van, de azt is jelentheti, hanem az olyan szerető, aki nagyon sármos és szépen tud udvarolni, és nagyon-nagyon vonzó tud lenni a hölgyek számára, de nem az igazi lelkitársat jelenti, akivel hosszú távon lehet kapcsolat. Aztán lehet ez olyan szeretői viszony felbukkanása is, aki elkötelezett már egy másik kapcsolatban. Férfiaknak ez a kártya pedig pont azt jelenteti, hogy ők tudnak így fellépni egy hölgy szívének a megszerzéséért, tehát egy ilyen udvarolyas, gáláns lovakként. A párkapcsolat területén a házasság kártya az egy stabilitást jelent, egy biztonságot, azt, hogy kiszámítható, állandó ez a kapcsolat, vannak benne értékek hosszú távon is. Van, akinek azt jelentheti, hogy elérkezett az idő, hogy a kapcsolatát magasabb szintre emelje, elköteleződjön egy kapcsolat mellett. Hát ezen érdemes elgondolkodni. Ha ezt még akadályozva érzed, akkor azon, hogy ennek mi lehet az oka. És ha pedig már ott érzed, hogy itt az idő, akkor pedig érdemes meg is tenni ezt a lépést. Akinek még nincs párja, annak jelezheti olyan érkezését is, ahol meg tud születni ez az érzés, hogy most mellette el tudsz köteleződni. Egy esély arra, hogy egy szép kapcsolat elinduljon. A következő kártya az a veszteséglapja, és ez a munkára szól ez a lap. Itt a munkával kapcsolatos veszteség is előjöhet, illetve az, amikor kevesebb a bevételed, vagy az is előfordulhat, hogy több a kiadás. A veszteség olyan szituációt is jelenthet, amikor olyan helyzethez ragaszkodsz, ami nem jó neked, de valami miatt ott vagy. Hát munkára nézve ez ugye lehet olyan munkahely, amit nem igazán szeretsz csinálni, de anyagilag kötve vagy hozzá.
Tehát egyfajta függőséget jelent ez, helyzethez való függőséget is, tehát akár a munkahelyen fennálló függő viszonyt is jelenthet akár kollégákkal, vagy egy olyan szituációban, ami nem igazán tőled függ. Hát ilyenkor érdemes elgondolkodni azon, hogy egyrészt, hogy azon lehet-e változtatni, tudsz-e változtatni, vagy hogyha nem, akkor ki tudsz-e lépni abból a helyzetből. Ugye a munka a fő energiája ennek a hétnek a katonatiszt kapcsán, tehát itt lehet, hogy ez lesz a fő feladat, ezen elgondolkodni, hogy ott hogyan tudsz változtatni a munkahelyen úgy, hogy az jó legyen a számodra. És akkor a betegség lapja jött ki a család otthon területén. Hát most ez ugye az otthonra vetítve, ott lehet, hogy neked lesz valami átmeneti kisebb olyan betegség, ami leállásra kényszerít. Akár egy olyan nátha, vagy egy olyan kisebb dolog, ami miatt most nem úgy tudsz tenni. Aztán akadályozó tényezőként ugye lehet olyan, amikor valaki a családból, vagy a barátaid, vagy ismerősök, vagy kollégák, hogy úgy viselkednek, hogy akadályoznak téged valamiben. Amikor azt érzed, hogy vissza vagy fogva valamiért, mert a másik ember az nem úgy viszonyul hozzá, hogy igazából elősegítse a dolgokat, hanem inkább hátráltat. Ennek mindig feladata ennek a lapnak, hogy fogd vissza magad, vagyis legyél türelmes. Amit tőled telik, ami neked ráhatásod van a dologra, azt tedd meg, aztán a többit pedig ki kell várni. Ahogy egy betegséget is ki kell feküdni, azt szoktuk mondani. Hát ezt a helyzetet is. Ez otthonnal kapcsolatos dolog is lehet, amikor azt érzed, hogy nem tudsz előre lépni, nem tudsz előre haladni, akár egy felújítás, vagy valami elromlik, vagy javítani kell, vagy átalakítani kell. Tehát egy ilyenfajta akadályozó helyzetben ugye nem tudnak előre mozdulni a dolgok. Mindig átmeneti, mert ott van a gyógyulás lehetősége, megoldás felé való haladásnak a lehetősége. Hát ehhez türelem kell, lehet stresszes helyzet is, amikor ugye haladnál, de akadályozó körülmények vannak, és itt az a megoldása, hogy türelmesnek kell lenni, ki kell várni a dolgokat, amíg történnek. A szűz csillagjegyűek voltak, és következzen a mérleg csillagjegyűek iránymutatása. Ez már ki is esett. A fő energia az utazás lapja. Ez hirtelen változásokat is jelenthet. Helyesebben olyan változásokat, amik olyan gyorsan elindulnak. Az utazás konkrét utazást is jelenthet, olyat, amikor ténylegesen valakihez elutazunk, aztán a cél megvalósításban, amikor mozdulnak a dolgok, amikor már ténylegesen teszünk azért, amik a céljaink. Itt mindig érdemes meghatározni, hogy honnan, hová megyünk, ahogy az a kocsi is ugye valahonnan elindul, és tudják, hogy hova megy, és tudják azt is, hogy el fognak érni odáig. És hát ráadásul azért itt a gyors mozgásról van szó, tehát akár még ugye ilyen gyorsan is elindulhatnak a dolgok arra, amerre te azt meghatározod. De mindig nagyon fontos meghatározni, tehát itt fő energiaként azért azt mondja ez a kártya, hogy jövő héten néz rá arra, hogy mit és hogyan szeretnél, melyik életterületen lehet olyan, amiben tovább szeretnél lépni, amiben fejlődni szeretnél, milyen cél lesz az az első, amit meg akarsz valósítani, és aztán hogyan tovább. Tehát egy ilyen gyors előrehaladás jelez ez a kártya, olyan dolgok is mozgásba lendülhetnek, amik lehet, hogy eddig csak álltak. És olyankor aztán egyensúlyba maradni, és irányítani a dolgokat, tehát ez a vedd kézbe a gyeplőt, ez nagyon lényeges lesz ezen a héten, hogy úgy irányítsd, ahogy neked a legjobb.
A szerelem párkapcsolat területén ott a gondolat kártyája jött ki. Ez egyrészt jelentheti azt, hogyha valamiféle probléma van, vagy megoldandó feladat van, vagy csak jobbá szeretnéd tenni a kapcsolatodat, akkor most először magad gondold át. Tehát most még nem kell megbeszélni a másikkal, szerez információkat. Ott van a könyv a kezében ennek a férfinak, tehát gyakorlatilag ugye tanul, és átgondolja azokat az információkat. Bármilyen helyzet is van, akkor most gondold át, racionálisan gondold át, meg hogy mik az érzéseid azzal kapcsolatban, és hogyha új információkat szerzel, és ez most konkrétan lehet az is, hogy mondjuk, ha a probléma megoldás van, akkor elolvasol egy könyvet, vagy arról a problémáról, hogy milyen ajánlások vannak, hogy azt hogyan lehet megoldani. Aztán azt is jelentheti, hogy te magad tisztába jössz, hogy az az adott kapcsolat, ott mi a jó neked, mi az, ami nem jó, mi az, amiben nincs egyensúly, merre szeretnéd tovább vinni a kapcsolatot. Tehát most ne a másikkal törődj, meg ne a külső világgal, meg az elvárásokkal, hanem csak te magad tisztába gyere ezekkel az alapvető dolgokkal. Gondold át, és még nem igazán a cselekvés hete ez, hanem inkább még az átgondoltság, a belső motivációk, illetve a belső okoknak a felderítése az, ami lényeges lehet a párkapcsolatban. Ha nincs még párod, akkor is ugyanez a feladat. Most nem az, hogy most megindulj, és keresd is, és aktív legyél, és cselekedj, hanem inkább gondold át, hogy mit szeretnél, hogyan szeretnéd, hogyan tudnád változtatni az életedet, hogyan férne bele egy kapcsolata az életedbe, és aztán utána majd jön a megvalósítás. A munkahelyi témában a szerelem lapja jött ki. Ez azt jelenti egyrészt, ha van munkahelyed, hogy igazából most szeretettel tudod végezni azt a munkát, kedvel tudod végezni. Aztán olyan feladatot is kaphatsz, ami igazából szíved szerinti. Mikor nem csak kötelességből csinálod meg azt a dolgot, hanem igazából szeretettel tudsz odaállni, amikor van benned lelkesedés, motiváció is. Megkaphatod azt a feladatot is, amire lehet, hogy régóta vágytál. Ez az utazás kártyájával együtt, ugye akár hirtelen is történhetnek ezek a változások, de mindenképp egy örömteli helyzetet jelent. Ha a meglévő munkahely, akkor is, hogyha pedig nincs még munkahelyed, akkor pedig az álommunkát is jelentheti, hogy megérkezhet, amire úgy igazából vágytál. Tehát egy nagyon-nagyon örömteli hetet mutat ez a kártya, és azt is, hogy ha választanod kell például munkahelyet, vagy van választási lehetőséged, hogy egy feladatot válasz-e, vagy nem, akkor azt szerint dönts, hogy az igazi vágyad micsoda, hogy azt igazából szívesen tudod-e csinálni. Most itt azért az érzelmi érveket kell először figyelembe venni, és milyen érdekes, hogy a párkapcsolati résznél pedig inkább a racionalitás. Tehát pont fordítva, ugye, ahogy az általában szokott lenni. Most a munkában inkább az érzelmi alapon dönts, az érzelmeidet vett elsősorban figyelembe. Nem jelenti azt, hogy csak azt, de most azért az legyen a lényegesebb. És akkor a család otthon területén ott a üzenetlapja, azt jelenti, hogy hírek érkezhetnek, olyan hírek, amik lehet ugye konkrétan e-mail, SMS, telefonhívás. Ha otthonoddal kapcsolatos például házeladás, akkor érkezhet egy kedvező ajánlat, vagy ha venni szeretnél, akkor szintén. Illetve hivatalos irat is házzal, építkezéssel, családdal kapcsolatosan. Családi eseményekről kaphatsz hírt, amik lehetnek örömteli hírek is. Aztán lehetnek olyanok is, amire elsőre azt mondod, hogy ez nem valami jó hír, de az nem érdemes elsőre megítélni, mert hosszú távon még lehet, hogy tökéletes lesz a számodra, hogy az úgy történt, ahogy. Ez azt is jelentheti, hogy lép kapcsolatba azokkal, akiket szeretsz, akik fontosak számodra, küldj üzenetet, írj e-mailt, vagy hívj föl telefonon azt, akit régóta már tervezted.
de pontosan azt is jelentheti, hogy azok fognak feléd nyitni, akikre lehet, hogy te is már gondoltál sokat, és most ez ténylegesen meg is fog történni ezen a héten. Ez volt a mérleg csillagjegyűek. A Skorpió a következő csillagjegy. A hamisság kártyája az első kártya. Hát ahogy ez a neve is mutatja, lehet olyan helyzet, ami kiderül a számotokra, hogy hamis az a helyzet. Tehát ami nem az igazságot tükrözi. Olyan emberekről kiderülhet, hogy nem éppen azt az arcukat mutatják feléd, akikről ezt nem feltételezhetted. Ilyen vihar előtti csendet is jelenthet ez a kártya, hiszen ott is a kígyó és a macska nézi egymást, tehát bármikor ugye egymásnak ugorhatnak, amikor olyan feszültség tapintható a levegőben, és az is lehet, hogy még nem is tudod ennek az igazi okát, csak érzed, hogy valami nem stimmel, akár egy emberrel kapcsolatban, akár egy helyzettel kapcsolatban. Hát érdemes nagyon óvatosnak lenni, és feltérképezni, hogy vajon melyik az az ember, aki nem éppen őszinte, vagy melyik az a szituáció, ahol nem azt látod, ami a valóság. Aztán a te gondolataid is lehetnek ilyenek, ez most különböző életterületekre vonatkoztatva is igaz lehet, hogy nem éppen az a helyzet, aminek látszik. Ez egy ilyen óvatosságra is int ez a kártya, és minden, ami ugye a sötétben van, hogy azt kicsit felderíteni. Ez még akár ugye a tudatalattiban lévő hamis hitrendszerek is lehetnek, vagy elképzelések egy-egy helyzetről, illúziók, hogy másnak látod. Ezt, mint fő energia, ugye lényeges, hogyha foglalkozol ezekkel a dolgokkal. És főleg azon az életterületen, ami most mondjuk így elsőre eszedbe jutott, vagy azzal az emberrel kapcsolatban, aki elsőre eszedbe jutott. Mert nagyon jól szoktuk érezni általában, hogy mi az a szituáció, ami nem teljesen az, aminek látszik, csak sokáig benne vagyunk abban, hogy majd megoldódik, vagy mégiscsak lehet, hogy rosszul gondoljuk. De most úgy tűnik, hogy itt nektek ezen a héten ezzel már érdemes foglalkozni. Aztán olyan csalódás is érhet valamilyen módon egy emberben, vagy egy helyzettel kapcsolatban, amire nem számítottál. Amit másnak láttad, aztán kiderül a valóság, hát ilyenkor ez a csalódáson kell ugye túllépni. A párkapcsolatban a látogatás kártyája jött ki. Hát ez, akinek nincs párja, az jelenthet egy ilyen könnyed kapcsolat, akár egy ilyen egyéjszakás kalandot is, vagy egy ilyen nagyon rövid és ilyen, hát nem egy elköteleződött kapcsolatnak a felbukkanását. És párkapcsolatban élőknek is lehet olyan, hogy valaki olyannal találkozik, ahol lehetősége nyílik egy ilyen kalandra. És hát a hamissággal együtt akkor azt érdemes elgondolkodni ezen, hogy érdemes-e belemenni ebbe. Tehát érdemes-e mondjuk a meglévő kapcsolatot kockáztatni egy ilyennel, és belemenni egy ilyen helyzetbe, mert hát nem biztos, hogy nem fogod utána megbánni, tehát ezt mérlegelni kell. Aztán jelenthet ez a látogatás lapja még azt is, konkrétan látogatást, hogy valaki hozzánk érkezik látogatóba, tehát a konkrét jelentése a lapnak. Akár ugye a párunkkal együtt fogadunk vendéget, olyan vendéget, aki átmenetileg ott van velünk. Egy látogatás az mindig ugye lezajlik, és akkor tudjuk, hogy mikor lesz vége. Egy ilyen átmeneti eseményt is jelenthet a párkapcsolatban. Ha
nem vagy párkapcsolatban, de szeretnél párkapcsolatot, akkor lehet, hogy ez az ember ez nem az lesz, akivel tartósan együtt lehetsz. Egy olyan embert jelenthet, akivel ilyen könnyed kapcsolatba léphetsz. Flörtöt is jelenthet, ismerkedésnek az első szakaszát, amikor még csak randevúztok egymással. Hát itt mindenre azért oda érdemes figyelni, mert a hamisság kártyája arra is utalhat, hogy nem azt mutatja, aki valójában. A munkaterületén a vágy kártyája jött ki. Ez a kártya ez azt jelenti, hogy határozd meg, hogy ténylegesen mit szeretnél. Itt a vágyakozás azért benne van ebben a labban, ugye nézi a lehetőségeket ez a nő, de az ablakon keresztül, tehát nem lépett ő még ki onnan abból a házból, még nem tett azért, hogy konkrétan meginduljanak a dolgok, de látja a lehetőséget, tisztában jön azzal, hogy mi az, amit szeretne, és egyáltalán mi az, amire van lehetősége. Most ezen a héten itt érdemes elgondolkodni, hogy te, neked mi a lehetőséged, és mi a vágyad. Abban a munkahelyen, ahol most vagy, ott meg tudod-e valósítani azokat a vágyakat, és egyáltalán milyen, hogy állsz hozzá érzelmileg ahhoz a munkához. Ha nem azon a helyen vagy, vagy elvágyódsz valahonnan, ezt is jelentheti, hiszen kifelé néz ez a nő, onnan, ahol van, akkor mik a lehetőségeid arra, hogy megteremtsd azt, amit igazából szeretnéd. Aztán ez a hamisság lapjával együtt azt is jelentheti, hogy nem igazán ott vagy, ami az igazi utadat jelenti. Ami az igazi utadat jelenti, tehát munka szempontjából. Hát itt most gondold át ezeket a nézőpontokat, hogy ez alapján most érdemes-e esetleg váltani munkahelyet, vagy pedig hogyan tudod megváltoztatni azt a körülményt, hogy jól tud érezni magad ott, ahol vagy. Ha nincs munkád, akkor pedig pont azt jelenti, hogy igazából az szerint válasz, ami a szíved szerinti. A hamisság ugye arra is utalhat, hogy olyan hamis gondolatok vannak, hogy csak ezt tehetem, vagy így, vagy úgy tehetem a dolgokat, és ez a vágyakat azért háttérbe szorítja. És itt lényeges lenne neked arra ránézni, hogy igazából mit is szeretnél. És nem az egyéb dolgok, nem a megfelelés, nem a külső körülmények, hanem hogy mit szeretnél, hol éreznéd jól magad. És a következő lap pedig az otthon család témája, az a szomorúság lapja. Hát ahogy a neve is mutatja, ez szomorú helyzetet is jelenthet a család otthon területén, ami azt jelenti, hogy lehetnek rosszabb hangulataid is, lehetsz nagyon fáradt esetleg, és akkor ugye olyan módon csak befelé fordulsz, szeretnél elvonulni a világtól. Ilyenkor ugye a feltöltődés a feladat. És másrészt pedig az, hogyha ilyen szomorú hangulatban vagy valamiért, van, amikor ilyen megmagyarázhatatlan szomorúság is rád törhet. Ez a kártya azt jelöli, hogy olyankor a lehető legtöbbet megtenni, hogy hogyan tudsz ebből kilépni, hogyan tudsz ezen változtatni, ezen a helyzeten. Mert mindig van megoldás, lehet, hogy nem azonnal tudsz ebből kilépni, de arra vigyázni kell, hogy ne ragadj bele egy szomorú helyzetbe. A szomorúság, mint hangulat, hogy éld át, aztán utána tegyél olyat, ami ki tud hozni ebből. Csinálj olyan dolgokat, amit szeretsz, ami feltölt energiával, ami örömöt okoz. Egyszerű dolgok is lehetnek ezek, hogyha rossz hangulatban vagy, egy jó film is lehet olyan, ami ebből ki tud mozdítani. Szomorúságot okozhat ugye másik ember hozzáállása, a hamisság kapcsán ugye okozhat szomorúságot, hogy csalódsz valakiben, és ez ugye konkrétan az emberi kapcsolatok, barátság, ismerősök, kollégák, akik ide tartoznak, illetve családtagok, és az otthon területe, hát az otthonoddal kapcsolatban is érhet olyan szomorúság, ami másképp gondoltad, vagy olyan történik, ami ilyen csalódást okoz. Itt ugye a fő feladat, hogy ebből a lehető leghamarabb kilépni. Nem azt jelenti, hogy elnyomni, hanem azért tenni, hogy jobban tud érezni magad.
Következő a nyilas csillagjegyűek. Nyilas csillagjegyűeknek az ellenség lapja fő energiaként azt jelzi, hogy olyan körülmények vagy olyan emberekről derülhet ki, hogy valamiért ilyen ellenséges érzéseik vannak, vagy pedig olyat tesznek, amik akadályozóak a számotokra, ami soha nem esik nagyon jól. Aztán az ellenség lapjához tartozik az is, hogy a saját gondolataid milyenek. Hogy akadályozod-e magad valamiben, vagy teszel-e valami olyat, ami akadályoz. Ez ugye még a rossz szokások is ide tartozhatnak. Aztán az olyan hitrendszerek is, amik úgy a tudat mélyén vannak, hát ott a sötétbe áll ez az ember, olyan, mintha ott se lenne, nem látjuk. Arra is érdemes ránézni ezen a héten, hogy ha bármilyen problémás helyzetet kell megoldani, hogy vannak-e ezzel kapcsolatos fenntartásaink, vagy előítéleteink, vagy hitrendszereink, amik gátolhatnak ebben. Egészséges óvatosságra is int ez a kártya, olyan emberben bíz meg csak, akiről teljes mértékben tudod, hogy érdemes arra a bizalomra, mert hát ez a kártya ugye azt is jelentheti, hogy valaki olyan mondasz el valamit, aki azzal visszaél, tehát, hogy csalódhatsz emberekben. Úgyhogy egy ilyen óvatosságot is tanácsolhat ez a kártya. Saját magaddal kapcsolatban is nézd meg, hogy te mivel akadályozod magadat, és hát, hogyha rá tudsz erre látni, akkor megszüntetni mondjuk azokat a rossz szokásokat, amik visszatartanak, azokat a gondolatokat, amik visszatartanak, azokat felmérni és elengedni. Ez sokszor nem könnyű, mert hát ugye éppen azért vannak ezek a tudatalatti berögzült dolgok, azért hívjuk tudatalattinak, mert tudat alatt vannak, tehát nehéz rájönni, de azért, hogyha most ezzel foglalkozol, akkor vannak olyan módjai, hogy ezt teljes mértékben rá tudsz jönni, és akkor már tudsz változtatni is. Párkapcsolat szintjén a remény lapja jött ki. A remény kártyája az ugye az elindulás előtti állapotot jelenti. A vágyak megvannak, a célok megvannak, de még nem igazán indultál el azon az úton, meg ilyen ingadozó érzéseid is lehetnek. Hát ha nincs párod még, akkor ez azt jelenti, hogy már ugye körvonalazódott, hogy mit szeretnél, hogy hogyan szeretnéd, de azért ott a kártyán is a horgony az még ott a földhöz köti, tehát még nem szállt föl arra a hajóra. Látja a lehetőségeket, de még nem indult meg. Hát, hogyha nincs párod, akkor gondold végig, hogy milyen párt szeretnél, hogy hogyan szeretnéd az életedet látni mondjuk az elkövetkezendő időben, hogyha megjön az a pár az életedbe, és aztán pedig konkrétan az elindulás is, hát tenni is érte. Ebben most benne van az is, hogy ismerkedni. Tehát, hogy nem csak várni, hogy majd lesz párom, vagy elgondolom, aztán csak ülök és nem csinálok semmit, kicselépek mondjuk az utcára. Hát úgy nehezítem ugye még az univerzum dolgát is, hogy oda tudja vinni eléd azt az embert, aki potenciálisan a párod lehetne. Hát itt akkor utána pedig a cselekvés is ott van. Tehát ott utána akkor már, mikor végig gondoltad, akkor utána lépni is. Párkapcsolatban élőknek ez a kártya ugye tovább lépést jelenti, tehát valamilyen szintlépést is jelenthet ez a kapcsolatban. Hogyan akarsz tovább együtt élni a pároddal, mi az, amit együtt meg szeretnétek valósítani, mi az a helyzet, amiben szeretnél lenni a pároddal, tehát hogyan, mondjuk hogyan lehetne változtatni, hogy még jobb legyen a kapcsolat, illetve hát ez a hullámzó hangulatokat is jelenti, hogy a párkapcsolatban is lehet, hogy így hullámzik a dolog, és éppen ezért lehet, hogy ugye nézed azokat a lehetőségeket, hogy ezt hogyan lehetne mondjuk megszilárdítani.
És itt is az a feladat, hogy amikor már végig gondoltad, akkor utána tenni is azért, az adott dologért. Vagy hogy hogyan lehet tenni. És hát ugye párkapcsolatban élőknek ezt érdemes együtt végig gondolni, és aztán együtt dönteni ezekről a dolgokról. A következő kártya az a munkahelyi téma. Hát itt munkahelyen érkezhetnek olyan hírek, információk, amik eddig még nem voltak a birtokodban. Tehát olyan eseményekről szerezhetsz információt, amiről még eddig nem tudtál. A levél kártyája ugye az mindig híreket jelent, ami konkrét híreket is egyébként jelenthet, tehát egy telefonhívást, üzenetet, hivatalos papírt a munkahelyről. Mindenképp olyan, ami még nem tudsz most, esetleg sejted azt az információt. Változásokat is hozhat ez, amiről most kapsz információt a munkahelyi változásokról. Aztán az is benne van ebben a kártyában, hogy te küldesz valami hivatalos iratot a munkahelyre, vagy te veszed fel valaki olyannal a kapcsolatot, ami aztán a munkádat is befolyásolhatja valamilyen szinten, akár kérvénybeadása, akár egy felmondás beadása is lehet, vagy éppen, ha nincs munkád, akkor egy új munkának a felvállalása, akár egy kedvező visszajelzés egy munkahelyi felvételről. Aztán ugye még soha nem tudjuk, hogy ez pozitív lesz. Utalás azért van a pozitivitásra, a virág és a galamba kártyán, de hát azért csak zárt még az a boríték, és nem is érdemes megítélni egyébként a tartalmát, mert teszem föl, kapsz egy negatív visszajelzést mondjuk egy munkahelyről, és utána pedig megérkezhet az, ami igazán a tiéd, és akkor azt mondod, milyen jó, hogy az a munkahely az nem sikerült, mert az igazi az utána jött. Tehát így a hírekkel érdemes így hozzáállni a héten érkező információkhoz. És akkor a család, az egyéb emberi kapcsolatok témájában a bíró lapja jött ki. A bíró az nagyrészt döntéseket tud jelenteni. Tehát olyan döntéseket, amit általában racionalitás alapján hozunk meg, és a legnagyobb igazságossággal. Hát most, hogyha a családban van valami konfliktus, akkor nagyon-nagyon igazságosan gondolkodjunk el, hogy milyen ítéletet hozunk meg magunkban, hogyan döntünk egy-egy szituációban. Mindig gondoljuk át mindenféle szempontból, tehát ilyenkor kerül minden a mérlegre, hiszen hát a bíró is ugye optimális esetben úgy dönt, hogy minden résztvevő fél véleményét megkérdezi, és akkor az összessége alapján dönt a lehető legigazságosabban. Hát most az otthon család témájában jöhetnek olyan események, ahol ilyen döntést kell hozni. És ilyenkor a legobjektívebben, racionálisabban próbálj meg hozzáállni, és addig legyél semleges teljes mértékben, amíg meg nem hoztad azt a tényleges döntést. Ez ugye az otthonnal kapcsolatban lehet mondjuk változtatás, az otthon változtatása, azzal kapcsolatos dolgok, döntések, hogy mondjuk egy ház felújítása, vagy átrendezése. Tehát minden, ami az otthonnal kapcsolatos dolog és döntés, az most itt lényeges lehet ezen a héten. Családtagokkal kapcsolatos döntés, gyermekkel kapcsolatos, tehát ez az életterülethez minden, ami tartozik. Ott most ilyen kérdéses helyzet állhat fönn, ami a választásodtól függ, hogy aztán hogyan folytatódik. Ez volt a nyilas csillagjegyűek. És a következő a bak csillagjegy. A remény lapja jött ki a fő energiaként.
A remény az mindig az álmok, vágyak megvalósításáról szól, vagyis az, hogy konkrétan milyen lehetőségeink vannak, és hogy merre induljunk. Ez mindig először ugye a szívünkben dől el az a vágy, ami a vágyunk, és aztán utána jönnek ugye a gondolatok is, hogy azt a racionalitás szempontjából az most abszolút megvalósíthatatlan, vagy esetleg ténylegesen lehet tenni is érte. Tehát energiaként azt jelenti, hogy a tervezés az fontos lehet ezen a héten. Mindenkinél az az életterület, ami most a leghangsúlyosabb, legfontosabb, itt ott gondolkodj el azon, hogy mik a lehetőségeid, mik azok a tényleges lehetőségek, amiket választhatsz, és mi az, ami még esetleg visszatart. Mert ugye ezen a kártyán is ott van a horgony, és hát az még ugye azt jelenti, hogy még oda a földhöz, a száraz földhöz kapcsolja, míg a hajók azok már ott láthatók, azok már a lehetőségek. Aztán ugye a nagy tenger az a hullámzó érzéseket is jelképezi, tehát ezen a héten ez az energiaként számíthatsz arra, hogy egy kicsit ilyen hullámzó lesz a hangulatod, lehet, hogy egyszer jobban érzed magad egyik nap, másik nap meg rosszabbul, hát ennek akkor feladata ugye, hogy kiegyensúlyozd magad. A tényleges cél meghatározást is jelenti ez, mert nagyon sokszor sok mindent szeretnénk egyszerre, és most érdemes azt eldönteni, vagy a prioritásokat meghatározni, hogy milyen sorrendben szeretnéd, mi az, ami legfontosabb, és akkor arra a célra tudsz jobban összpontosítani, mert hogyha mindenből egy kicsit egyszerre, akkor az úgy szétszóródik az energia. Tehát akkor az nem lesz olyan koncentrált, akkor annak ugye kevesebb lesz az esélye a tényleges megvalósulásra. A párkapcsolat területén a szerencsétlenség lapja jött ki. Aki párkapcsolatban él, hirtelen esemény jöhet, ami lehet, hogy megvisel érzelmileg. Mindig váratlan, hirtelen eseményt jelöl, ami csalódást, félelmet is hozhat. Nem biztos, hogy egyébként hosszú távon az nagyon rossz lesz. Abban a pillanatban, amikor egyáltalán, mikor valami váratlan történik, akkor azért az mindig tud félelmet okozni. Az mindig tud olyan érzést okozni, hogy nem számítottunk rá, hogy rosszul esik, hogy csalódást okozott az az adott helyzet. Aztán van, amikor hosszú távon viszont kiderül, hogy jó volt az, hogy ez így alakult. Nagy megkönnyebbülés is jöhet egy ilyen helyzet után, ha mondjuk olyan a párkapcsolatod, amiből már esetleg kifelé nézel, tehát ez a remény az ugye azt is jelentheti, mikor valamiből már ki akarunk lépni egy helyzetből, és akkor megtörténik mondjuk, hogy valami nagy veszekedés, vagy konfliktus, vagy a másik azt mondja, hogy ő befejezi a kapcsolatot, és hirtelen jön ez, váratlanul jön ez, de okozhat megkönnyebbülést. Tehát valami olyan fajta nagy változás, ami nem jól érinti érzelmileg, és akkor úgy érzed, hogy ugye azt ott tüzet oltani kell hirtelen, mint ahogy ott a kártyán is ugye a tűz jelenik meg. De nagyon sokszor olyan ez a hirtelen változás, hogy úgy fellobban, aztán utána úgy vége is lesz. A nyoma érzelmileg azért az meg szokott maradni. Tehát itt, aki párkapcsolatban él, ott lehetnek nagyobb veszekedések, hirtelen kirobbanó viták, vagy olyan esemény, ami csalódást okoz, ami nem jó érzéseket kelt, és hát olyan is lehet, amikor rosszul érzed magad ugyan, de kicsit megkönnyebbülsz, hogy ez a helyzet ott véget ért, mert már esetleg érezted, hogy az abszolút nem jó úgy, ahogy van. A munka területén a katonatiszt, hát a katonatiszt az egyébként is a munkát tudja jelképezni, a fegyelmezetten végzett munkát, amikor helyt kell állni, meghatározott rendben, úgy történnek a dolgok, ahogy az kiszámíthatóan történni szokott. Nagyobb változás nem jelent ez a kártya munka területén, azt jelenti, hogy tudsz teljesíteni, tudod azt, hogy mit kell tenned, van gyakorlatod, tapasztalatod, és hát azt meg is tudod tenni. Azt is jelentheti azért, hogy önfegyelemre szükség lehet, mert hát a katonatiszt ugye akkor is helyt áll, amikor esetleg most egyébként
esetleg máshoz lenne kedve, tehát a fegyelem az nagy benne. Maga ez a foglalkozás is ugye fegyelmet is jelképezi. Tehát olyan helyzetek, amikor oda kell tenni magadat és teljesíteni. Amikor ugye ez vigyázállásba áll ez a katonatiszt, tehát felkészülten várja a feladatot, az új feladatot, és hát erre lehet számítani a munkahelyen. Gyakorlatilag nagy változást nem jelent ez a kártya, hanem hogy amire képes vagy, ami a tudásod, azt beleteszed a munkába, és akkor az egy ilyen, az halad előre a maga útján, az eddigiek szerint. És akkor a család otthon területén ott a gyermek kártyája jött ki. A gyermek kártyája az jelentheti azt, akinek gyermeke van, hogy a gyerekével kapcsolatos foglalatosságok fogják lefoglalni ezen a héten. Olyan feladatok, amik a gyermekkel kapcsolatosak, olyan döntések, amik a gyermekkel kapcsolatosak, illetve közös programokat érdemes csinálni, együtt töltött időt, amikor csak a gyerekre szánod az időt, odafigyelsz rá, jól érzitek magatokat együtt, és hát ez az nagyon komoly lépéseket tud hozni ugye egy kapcsolatban. Nagyon szoros, ez szorosabbra tudja fűzni ugye a gyerekkel való kapcsolatot. Akinek nincs gyermeke, az jelentheti azt, hogy a gyermekáldás lehetősége ott van, lehet téma most a párjával a gyermekáldás. Itt a szerencsétlenség lapjával együtt, itt azt is jelentheti, hogy van, akinek ez konfliktust okozhat a párjával, hogyha ő már szeretne esetleg gyermeket, de a párja nem, vagy fordítva a párja szeretne gyermeket, és ő nem, és ebből is adódhatnak ilyen konfliktusos nézeteltérések. Aztán, akinél ez nem téma, ott meg új helyzetek megindulása is lehet, akár olyan, amiben még egyáltalán nincs tapasztalatod. Ez emberi kapcsolatok területén új barátság elindulása, új ismerettség elindulása, a családban egyébként érkezhet gyermek, vagy a várandóság híre érkezhet a családon belül. Hát van, akinél ez mondjuk nem egy ilyen jó érzést vált ki, tehát olyan is lehet, ez a szerencsétlenség lapja, amikor olyan nagy hirtelenséggel úgy ledönt ez a hír, de azt is jelentheti, hogy keresztelőre hívnak például, családon belüli keresztelő vagy gyermek érkezése. Ha új helyzetről van szó, akkor azt jelenti, hogy állj hozzá nyitottan, kíváncsian, mert hát itt ez még ugye sok titkot rejthet, az az újnak az indulása, de hogyha egy ilyen nyitott rugalmasság van benned, akkor nagyon örömteli is lehet ez a szituáció. Akkor ez volt a Bak csillagjegyűek. A vízöntő. Az első kártya a pénzlapja, azt jelezheti, hogy a vízöntők számára most az értékek, az értékes dolgok nagyon lényegesek lehetnek, vagyis fő energiaként ugye nem csak az anyagiak, hogy az anyagiakkal kapcsolatos döntéseket hozzon, vagy az anyagi stabilitást biztosítsa, vagy pedig egyáltalán a pénzügyekkel foglalkozzon. De van, akinek ez más, a általános értékeket is jelenti. Tehát ami értékes a te életedben, azt mind jelzi ez a kártya. De konkrétan pénzérkezését is jelentheti, amire lehet, hogy nem is számítottál, és most ezen a héten megérkezik, vagy nagyobb bevételt is jelenthet ez a munkaterületén, vagy bármilyen területen. Tehát amikor pénzt kapsz valakitől. Aztán az értékeket pedig úgy jeleníti meg ez a kártya, hogy
Hogy gondold át azt, hogy mi az érték az életedben, ez most a lelki értékekre, a család, a kapcsolatok, a munka, tehát mindenféle életterületen, hogy mi az az érték, ami jelen van az életedben, és mi az, amit meg szeretnél még valósítani, mi az, ami hiányzik, mi az az értékrend, ami szerint szeretnél élni, és az sikerül-e a mindennapokban. Tehát egyfajta ilyen számvetést is jelent ez a kártya, hogy felmérd, hogy mennyire tudsz te a lelked szerinti értékek szerint élni. És hogyha valahol, valamelyik életterületen ugye ez nem tud megvalósulni, hogy akkor azzal az életterülettel pedig foglalkozni, hogy minél többet behozni. Aztán ugye örömteli dolgok, értékek érkezhetnek ugye az emberi kapcsolatokban, kedves közeledés jöhet, értékes változások jöhetnek különböző szituációkban. Tehát egy nagyon pozitív energiát mutat ez a kártya. A bennünk lévő kincseket is jelképezi, ami ott van bennünk, csak elő kell hozni. Hát ezt is meg kell nézni, ugye ez a tehetséget is jelenti, hogy miben vagy te jó, és foglalkozz is azzal, és az nagyon jó tud lenni a számodra. A következő kártya az a párkapcsolat területén a katonatiszt lapja. A katonatiszt az hölgyeknek olyan férfit jelent, aki nagyon vonzó a számukra, de nem a lelkitársat, a hosszú együttlétet jelenti, hanem inkább a szeretőt jelenti. Ez most nem biztos, hogy más felé elkötelezett ez a férfi, de az is lehet, de egy ilyen, inkább egy sármos lovagot jelent, aki nagyon tud udvarolni, mint azt, aki aztán tényleg egy felvállalt, elkötelezett kapcsolat lehetne vele. Tehát egy ilyen ember felbukkanhat a hölgyek életében, attól függetlenül, hogy párkapcsolatban vagy egyedülállóként élsz. Ha párkapcsolatban élsz, akkor ugye azt kell elgondolni, hogy ez most mennyire fér bele a te értékrendedbe, hogy egy olyan kapcsolatba belemenj, ami egy ilyen szeretői viszony tulajdonképp, ha neked van párod. Aztán azt is jelentheti, hogy ez a férfi ez egy elkötelezett kapcsolatban él mással, hát akkor is azt kell átgondolni, hogy érdemes-e egy ilyen kapcsolatba belemenni, hogy neked az jó az a kapcsolat, vagy hosszú távon jó lehet-e ez a kapcsolat. A párkapcsolatban élőknek még azt is jelentheti ez a kártya helyzetre vonatkoztatva, hogy egy ilyen kiszámítható helyzet, stabil helyzet, amit megélünk, akár a párkapcsolatban, akár hogyha egyedülállóként élsz, mert hát ugye a katonatiszt az fegyelmezett, az az állandóságra törekszik, olyan módon éli az életét, ami kiszámítható és gyakorlatias. Tehát helyzetre vonatkoztatva ezt is jelentheti. A következő kártya az a bíró lapja, és ez a munkára vonatkozik. Ez döntése helyzeteket jelenthet, minden, ami a munkával kapcsolatos döntés. A pénzlapjával összefüggésben ez a kártya anyagi kérdésekben való döntést is jelképezhet, és hát itt mindig azt arra kell törekedni, hogy a lehető legjobb módon mindent számba venni, mindent megnézni, hogy minden körülményt megvizsgálni, hogy hogyan döntsünk, mert úgy fogjuk tudni a lehető legjobb döntést meghozni. Ez munkahelyi főnököt is jelenthet, vagy aki fölötted áll, hogy ő neki lesz valami olyan információja feléd, vagy olyan utasítása feléd, ami változásokat hozhat a munkában. Ha nincs még munkád, akkor pedig ez a kártya azt jelenti, hogy akár több lehetőség közül is tudsz majd választani, és ilyenkor is nagyon mérlegelj, mert a hirtelen döntés az lehet, hogy nem lesz jó döntés a számodra, és ilyenkor ne csak a pénz
legyen a fő motiváció, hanem a többi érték is abban a munkában. Tehát ebben ugye akkor az is legyen benne ebben a döntésben, hogy mennyire szeretnéd azt a munkát csinálni, mennyire lenne az jó neked, igazi a te számodra. És akkor a család otthon területe, ott a betegség lapja jött ki, hát ez ilyen akadályozó tényezők lehetnek, ami családtagok miatt, vagy a lakás felújításában esetleg, vagy a lakással kapcsolatos munkálatokkal összefüggésben. Tehát amikor azt érzed, hogy olyanok a körülmények, ami nem igazán jó a számodra, akadályoztatva érzed magad, akár más emberekkel kapcsolatosan, a családtagok által, vagy nem haladnak úgy a dolgok a családi ügyekben, ahogy azt szeretnéd. Konkrétan is lehet, hogy otthon töltesz pár napot, mert van valami kisebb betegség, hát energiahiányos állapotot is jelenthet ez tulajdonképpen, és akkor az a legfőbb, hogy feltöltődj energiával, hogy tölts otthon időt, és legyen időt saját magadra. Ami tőled telik, azt tedd meg, mindig azt jelzi ez a kártya, mert hát amikor betegek vagyunk, akkor is elmegyünk orvoshoz, bevesszük a gyógyszert, lefekszünk, terápiára járunk, és aztán a többi külső körülményt, amit nem tudsz irányítani, azt meg ne is akard befolyásolni, mert hát abból csak a stressz lesz. Mert utána ki kell várni, amíg rendeződnek a dolgok. Hát ez szituációkkal is így van, hogy amire van ráhatásod, azt tedd meg, amit tudsz, és aztán utána pedig a többit azt várd ki, hogy rendeződjenek. Felesleges erőltetni, mert az csak felesleges idegesség, ami nem tőled függ, azt el kell fogadni. Türelemre is szükség lehet ezen a területen, illetve hát ez az egyéb emberi kapcsolatok területe is ide tartozik, vagyis hát akadályozó tényezők lehetnek például, hogy találkozz olyan barátokkal, ismerősökkel, akikkel esetleg szeretnél. És ilyenkor is az a feladat, hogy türelmes legyél, és aztán majd ez az átmeneti idő, ez meg fog szűnni, és akkor már tudsz tovább lépni. Akkor ez volt a vízöntő. És a halak csillagjegy. A váratlan örömlapja az az első, a fő energiája a hétnek. A váratlan öröm ugye a nevében is benne van, hogy váratlanul történik. Tehát olyan események jöhetnek ezen a héten, ami abszolút váratlan a számodra. De nagyon örömteli. Szerencsésnek is tudod mondani magadat, és mellette ott a szerencselapja, ami ugyan a párkapcsolatra vonatkozik. De hát ez így együtt is ugye mindenféle olyan eseményre vonatkozik, ami úgy igazából nem számítasz rá, de nagyon, nagyon tudsz örülni neki. A váratlan öröm az a válaszutak kártyája is, tehát amikor úgy el kell döntened igazából, hogy merre tovább, hogy mit csinálsz a következőkben, és hát ugye az út szélén rejlő kincseket találja meg ez az ember, és nagyon örül neki, de hát ehhez ugye az kell, hogy járjon azon az úton. Tehát azt is gondold át ezen a héten, hogy az az út, amin jársz, az milyen lehetőségeket rejt a számodra. És a másik pedig, hogy nyitottnak is kell lenni a lehetőségekre, tehát észre kell venni ezeket az örömöket, mert hát ő is mehetne tovább az úton, hogy nem veszi észre azt a kincses ládát. Tehát, hogyha nyitott vagy rá, akkor észre tudod venni, és akkor azt a saját épülésedre tudod használni azokat a lehetőségeket. Tudj örülni is, az is benne van. Tudj megállni és rácsodálkozni azokra a dolgokra, amik ugye a mindennapi életnek a csodái, a mindennapi élet kincsei, amik apróságok, de ugye az apróságokból tevődik össze az egész élet.
Tehát amikor az úton tudunk örömtelien menni, akkor az egész út örömteli tud lenni, és nem csak a célnak az elérése. Tehát gyakorlatilag ez, ebben a kártyában benne van az is, hogy örülj. Aminek lehet, annak örülj. Keresd az örömöt mindenben. És akkor biztos, hogy örömteli lesz az az egész hét, mert az apróságokból tud összetevődni ugye az egész hangulata a napoknak, és akkor igazából egy ilyen örömteli időszakot tudsz megélni. A párkapcsolatban a szerencse lapja jött ki, ez szerencsés változásokat jelent. Hirtelen változás ez is, és van, amikor elsőre nem is tudjuk, hogy az szerencsés. Lehet, hogy elsőre még kifejezetten úgy tűnik, hogy hát ez nem valami jó változás, de aztán hosszú távon megkiderülhet, hogy pontosan így kellett lennie. A szerencséről azt szoktuk mondani, hogy forgandó, tehát olyan lehetőségeket is jelenthet ez, amivel élünk, akkor nagyon jó, akkor tud jönni amit ott önt a fortuna a földre, a bőségszaruból, tehát a pozitív eredmények, ha viszont nem élünk a lehetőséggel, akkor az tovább is megy. Hát most akinek nincs még párja, akkor ilyen nagyon hirtelen érkezhet egy párkapcsolat, ami ilyen kincseket rejthet, és hát akár úgy is, hogy ezt el se tudod képzelni, el se tudtad volna képzelni, hogy milyen módon. Tehát legyél nagyon nyitott erre, mert az is teljes mértékben igaz, hogy aki szerencsésnek vallja magát, nyitott a szerencsére, annak sokkal többször van szerencséje, mint aki azt mondja, hogy ő szerencsétlen. Erről még egy könyv is szól, a Szerencseiskola, és nagyon részletesen kifejtik benne, hogy a szerencséhez való hozzáállás az mennyiben befolyásolja, hogy valaki ténylegesen szerencsése. Tehát a párkapcsolattal összefüggésben is alakulhatnak úgy a dolgok, hogyha párkapcsolatban élsz, hogy örömteli változásokat hozhat. Akár együtt tölthettek plusz időt, amire nem is számítottatok, de úgy alakulnak a körülmények, vagy valamelyikötök munkája úgy alakul, hogy ez a kapcsolatban is nagyon örömteli változásokat hozhat. Tehát a külső körülmények mindenképp valami kedvező változást jeleznek. A munka területén ott az özvegyasszony kártyája jött ki. Ez azt jelentheti, hogy érezheted magadat úgy a munkában, hogy egyedül vagy hagyva, hogy minden a te válladon van. Azért itt szomorú ez az özvegyasszony, mert hát megváltozott az a szituáció, amiben ő eddig élt. Tehát az is lehet, hogy ilyen átmeneti letargikus hangulat elkap, vagy nosztalgikus hangulat a munkában, hogyha régebben más csináltál, és azt jobban kedvelted. Mindig az a feladata, hogy ne maradj sokáig benne ebben az érzelmi állapotban. Ha tudsz, akkor kér segítséget, tehát akár feladat megoldásra is. Igaz, hogyha azt érzed, hogy azt egyedül nem megy, akkor másnak a segítségét kéred, vagy a véleményét kikéred másnak a munkahelyen, és azzal tudod ezt megoldani. Aztán az is benne lehet ebben, hogyha ilyen átmenetileg, vagy egyedül valamiben, tehát eddig most ketten-hárman dolgoztatok, azt most egyedül kell elvégezned, mindenképp átmeneti időszakot jelent, aminek előbb-utóbb vége van, mint ahogy az özvegység is átmeneti. Amikor valaki új házasságot köt, ugye akkor vége ennek az özvegység időszakának, tehát valami átmeneti helyzetet is jelenthet. Ami lehet, hogy nem vidám helyzet, ami lehet, hogy kis leterheltséggel is jár, de azt tud, hogy ez el fog múlni. És a következő kártya az pedig a család otthon területe, a látogatás. Hát ez ténylegesen jelenthet látogatást, hogy valaki vendégségbe érkezik. Vagy valakivel találkozol, beszélgetsz olyan régi ismerőssel, baráttal, akivel régen nem beszélgettél, vagy e-mailben felkeres, vagy felhív telefonon, tehát valamiféle kommunikációt jelent, könnyed kommunikációt,
ahogy a látogatásnak is van egy meghatározott etikett szerint zajlik egy látogatás, hát ez olyan eseményeket is jelenthet a család otthon területén, ami egy ilyen kiszámítható átmeneti esemény. Ha rokon érkezik, ha barát érkezik, azt is jelentheti ez a kártya, illetve hát ilyen átmeneti eseményeket, amik ezen a területen létrejöhetnek. Változás mondjuk a lakásunkban, változtatás, átmenetileg valaki oda költözik hozzánk, új ismerettséget kötünk például új emberrel, új barátunk lesz, új barátnőnk lesz, könnyed beszélgetéseket az emberi kapcsolatokban, ezt mind-mind jelentheti. Ilyen formális dolgokat is családon belül, amikor megbeszélünk valamit, könnyed időtöltést, együtt megnézünk egy filmet a családdal, vagy beszélgetünk, összejövünk, átmenetileg ugye meglátogatnak minket a családtagok, vagy mi látogatunk meg valakit. Tehát ezeket az eseményeket tudja ez a látogatás kártyája jelképezni. Mindig azt tanácsolja ez a kártya, hogy könnyedén állj hozzá, nem kell nagyon komolyan venni ezt a dolgot, tehát csak annyit tegyél bele, ami szerinted szükséges hozzá, és aztán utána pedig ez egy ilyen átmeneti időszak, és megoldódik. Hát ez volt a halak csillagjegyűek iránymutatása. Kívánok mindenkinek egy nagyon szép hetet, hogy igazából azt tudjátok megvalósítani, ami a lehető legjobb a számotokra. És hogyha egyéni elemzést szeretnétek, akkor várom sok szeretettel a jelentkezéseteket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket!